Köszöntöm nézőinket, Önök a Stúdió KB május 24-i adását látják. Átadták az Érci hulladékudvart, melyet magyarországi lakcímkártyával bárki igénybe vehet. Közel 150 millió forintból újult meg a Városi Könyvtár. A nagyszabású energetikai fejlesztést ünnepélyes keretek között mutatták be. Rendes ülést tartott a képviselőtestület. Tudósításunk után Pék Lászlóval beszélgetünk, aki a Proúrbe-díjas Zircvárosi Nyugdíjas Klub jubileumi rendezvényéről ad tájékoztatást. Kulturális ajánlónkban a Reguli Múzeum zirci nőket bemutató kiállítására invitáljuk Önöket. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk! Alig két hét alatt már több mint 15 tonna hulladékot szállítottak be az Érci hulladékudvarba, melyet múlt pénteken adtak át. A Városházán megtartott sajtótájékoztatón Ottó Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, közöttük dr. Kovács Zoltánt, térségünk országgyűlési képviselőjét, Barta Krisztinát, az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, és Farkas Lászlót, a beruházó Észak-Balatoni Térség regionális települési szilárd hulladékkezelési önkormányzati társulás képviselőjét. Elborzasztó, hogy évi 5 millió tonna hulladékot termelünk. Közölt egy döbbenetes adatot dr. Kovács Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta, a kormány fő célkitűzése, hogy hazánk Európa azon országai közé tartozzon, ahol biztonságos és tiszta környezetben élhetünk. A körforgásos gazdaságot fogalmazták meg alapelvként, hogy a hulladékból annak újrahasznosításával értéket teremtsenek. Az új hulladékgazdálkodási rendszer egy szemléletváltást is jelent 2023 óta, egy környezettudatosabb, tisztább, zöldebb Magyarország érdekében. Fontosnak tartják egyrészt, hogy a rezsicsökkentést megvédjék, másrészől pedig, amely egy Európai Uniós irányelv is, a gyártóknak több hozzájárulást kell fizetniük a hulladék elszállításáért, kezeléséért, megsemmisítéséért vagy újrahasznosításáért. Csomagolásokat, egyszer használatos műalak termékeket, elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket, akkumulátorokat, gépjármű gumiabroncsokat, irodai és reklámhordozó papírokat, sütőolajat, zsírt, bizonyos textil termékeket és fabutorokat érint ez az új elv. Tehát a gyártó többet fizet a hulladék elszállításáért, kezelésért, megsemmisítésért vagy újrahasznosításért. A hulladékgazdálkodást koncessziós társaságként a MOL NRT által alapított cég, a MOHU ZRT látja el. A KEHOP forrásból országszerte 25, Veszprém megyében 4 hulladékgyűjtő udvar létesült, a korábbi 271-ről 285-re bővült a létesítmények száma hazánkban. Az Érci udvarban 35 hulladéktípus leadására van lehetőség, tájékoztatott térségünk országgyűlési képviselője. Eddig 14 féle volt zircen, most 35, tehát több mint kétszerese. És reméljük, hogy ez visszaszorítja az országos és helyben is az illegális hulladéklerakást. Bevonta az Országos Polgárőr Szövetséget is az illegális hulladék lerakásnak a felderítésében. Az ezer polgárőr szervezet kapott működési támogatást, és kaptak technikai eszközöket, többek között drónokat, azért, hogy a felderítést segítsék. Farkas László, az Észak-Balatoni Térség regionális települési szilárd hulladékkezelési önkormányzati társulás projektvezetője emlékeztetett, a társulás azért jött létre 2005-ben, hogy a térségi hulladékgazdálkodási rendszert korszerű eszközökkel ellássa és a későbbiekben fejlessze. Gyakorlatilag a társulás megléte óta ismerjük polgármester úrnak azon igényét, illetve az önkormányzatnak azon igényét, hogy Veszprémben egy hulladékudvar, illetve Zircen egy hulladékudvar létesülhessen. Hát nyilvánvaló, hogy annak a
lehetősége és a műszaki tartalma az nem mindig állt rendelkezésre a projektekben. Itt, amikor a KEHOP projektben lehetőség nyílt erre, akkor a társulás örömmel járult hozzá, hogy akkor egyik hulladékudvar az itt létesüljön, és az önkormányzat polgármester úr segítségével ehhez biztosította a területet, és így valósulhatott meg a kivitelezés során is nagy együttműködéssel a hulladékudvar, tehát akár a műszaki tartalmát, akár a kinézetét, mindent egyeztettünk az önkormányzattal, és itt most így rendelkezésre áll. Végre az üzemeltetés is kezdetét vehette, és a lakosság azonnal igénybe vette a szolgáltatást. Kulturált környezetben egy korszerű létesítmény várja a hulladékot beszállítókat, emelte ki a beruházó társulás képviselője. A Zirci hulladékudvar működésével kapcsolatos eddigi tapasztalatok rendkívül kedvezőek. Nem egész két hét alatt több mint 15 tonna hulladékot szállítottak be, mondta el Ottó Péter polgármester. Az Zirci hulladékudvar bizon benne, hogy Zircen és térségünkben is, a lakosok körében is tisztelet természetesen a nagy többségnek, aki mindig kivétel ez alól, de egy olyan szemléletmódváltozást eredményez, aminek következtében megelőzhetőek azok a felesleges kiadások, ami egyébként hosszú évek óta önkormányzatunkat rendszeresen terheli, hogy évente több millió forintot fizetünk azért, hogy a közterületeinken, illetve önkormányzati területeken elhagyott, nem odavaló hulladékot összegyűjtsük, illetve annak megfelelő kezeléséről gondoskodjunk. Beszélt arról is, hogy a létesítmény az önkormányzat ipari fejlesztés céljára rendelkezésre álló 4,5 hektáros területén helyezkedik el, melynek a közművesítését egy topos pályázat révén tudták megvalósítani. Az iparterületre még várják a betelepülni szándékozó vállalkozásokat, az ezzel kapcsolatos pályázati felhívás elérhető a város honlapján, a hulladékudvar működésével kapcsolatban pedig ajánlotta mindenkinek figyelmébe az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Honlapját. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy az önkormányzat egy további nyertes pályázatának köszönhetően kiépült a Zircet Kardosrét városrésszel összekötő gyalogos kerékpárút, ami által az iparterület megközelíthetősége és a szakképzőiskolások tanműhelybe történő eljutása is biztonságosabbá vált. Az összehangolt fejlesztések eredményeként a gazdaságfejlesztés terén is előrelépést vár Zirc város polgármestere. Csütörtökön adták át a korszerűsített városi könyvtár épületét, a TOP Plus pályázati forrás közel 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított az energetikai korszerűsítésre. Az eseményt Ottó Péter nyitotta meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez az épület, ahol jelen pillanatban vagyunk, olyan új épületnek tűnik, egyébként pedig több mint 120 évvel ezelőtt építették, 1898-ban Pahár János könyves mesternek a munkáját dicséri. Ez az ő tulajdonában lévő épület volt, amit lányai örököltek meg tőle, és a 20. század első felében italkimerésként, vendéglőként, hattyúszállóként, kávéházként, közösségi funkciókat betöltő térként működött. Az államosítást követően került köztulajdonba, azt követően ifjúsági ház, művelődési ház, de az alapfokú oktatásnak is tereket biztosított. Annak idején például én kisdiákként ide jártam pont ebbe a térbe, napközi csoportba. Úgyhogy ugyanam itt az elmúlt bő egy évszázad alatt nagyon sokféle funkciónak tudott helyet biztosítani. A könyvtári feladat egységnek a ellátási helyszíne körülbelül 20 éve települt át ide egy intézmény összevonást követően ebbe az épületbe. Korából is adódóan nyilván olyan műszaki problémákkal küzdött, amelyeknek már a 21. század kihívásai figyelembe véve nem tudott eleget tenni, úgyhogy éppen időszerű volt elsősorban energetikai felújítása, ami nyilván együtt járt azzal, hogy kívülről is megszépült az épület, és itt a városközpont városképébe gyakorlatilag egy jobban illeszkedő épülettel gyarapodtunk.
Az Zinc város önkormányzata azt lehet mondani, hogy már több mint 15 éve arra törekszik, hogy minden lehetőséget megragadjon arra, hogy olyan fejlesztéseket tudja megvalósítani, amivel a működtetésnek a költségei csökkenthetőek. Ha körbenézünk a városban és a önkormányzati tulajdonú épületeket figyelembe vesszük, akkor alig találunk olyan épületet, amelynek a tetején ne lennének napelemek, amelyek ne korszerű nyilázárokkal lennének felszerelve, és a falaknak a hő kisugárzását csökkentendő homlokzati hőszigeteléssel ne rendelkeznének. Vannak még természetesen olyan épületeink, amelyek feladatot adnak a jövőben is, adott esetben pont az intézménynek másik feladatellátási helye, a volt MHS épülete, vagy szintén önkormányzati tulajdonban lévő gimnáziumi épület szintén. Bízunk benne, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk arra, hogy pályázatok támogatásával hasonló fejlesztéseket tudjunk megvalósítani. Itt a mögöttünk hagyott időszak úgy gondolom, hogy különösen fontos és példaértékű a tekintetben, hogy mennyire fontos és jelentősek ezek a beruházások. Hiszen, hogyha az Zinc városnak a helyzetét más hasonló méretű települések helyzetével hasonlítjuk össze, akkor azt lehet mondani, hogy a hírekben 100 milliós nagyságrendű többet költségeket lehetett hallani egy-egy önkormányzat irányából, itt az energiaválság okozta áremelkedésekből adódóan. Zinc esetében ez a többet költség, ez 10 milliós nagyságrendű volt, idézőjelbe teszem meg zárójelbe csupán, úgyhogy természetesen nekünk is meg kellett hoznunk azokat az intézkedéseket, amelyek adott esetben ezt az épületet érintően is a működésnek a korlátozásával is hivatott arra, hogy kevesebb energiát fogyasszunk. Mert az a legjobb energia, amit el sem fogyasztunk, az a legolcsóbb energia, az a legtisztább energia és a legköltséghatékonyabb energia is egyben. Ennek következtében nagyon fontos továbbra is minden olyan fejlesztés, amit akár pályázati támogatásból, akár önerőből az önkormányzat annak érdekében valósít meg, hogy a költségeit csökkenteni tudja. Igaz, hogy most nem ennek a projektnek az átadóján vagyunk, de tekintettel arra, hogy a közvilágítás korszerűsítése is már a vége fele jár. Azt egyébként az önkormányzat teljes egészében saját forrásból valósítja meg, közel 100 millió forintos nagyságrendű beruházást jelent. Annak a készültsége is, Gáborra nézek, szerintem 80% fölött jár. Ettől azt várjuk egyébként, hogy éves szinten olyan 36-38 millió forintos közvilágítási költségünk az egyharmadára csökkenjen, tehát gyakorlatilag csak ezen a területen éves szinten több mint 20 millió forintos megtakarítással számolunk. Visszatérve erre az épületre, itt előzetesen az volt az elképzelés, hogy egy ilyen korszerű rendszert valósítsunk meg, amely napelemek által képes arra, hogy az épületnek az áramfelhasználását teljes egészében biztosítani tudja. Az intézmény munkatársai január elejétől lakták be ismét az épületet, úgyhogy már ilyen téli üzemeltetési időszaknak tapasztalata is a birtokunkban vannak. Elmondható az, hogy a gázfogyasztásunk az nullára csökkent, áramfogyasztásunk az 7200 kWh volt ebbe a három hónapban, január elejétől március végéig. A napelemek által megtermelendő energia az pedig éves szinten 30 000 kWh-t jelenthet. Köszönhetően az E.ON jelenlévő képviselőjének is be tudtunk szállni abba a rendszerbe, amely még egy ilyen szaldó elszámolásos finanszírozást jelent. Gyakorlatilag mind a megtermelt energiát, mind a felhasznált energiát mérik, és a kettőnek a különbözete jelenti gyakorlatilag a fizetési kötelezettséget kifele szolgáltató irányába. A tapasztalat azt mutatja egyébként, hogy a napelemes rendszer, ami márciusban került beüzemelésre, tudja a tőle elvárt teljesítményt. Így gyakorlatilag ez alatt a két hónap alatt 10.000 kWh áramot sikerült megtermelni, nyilván ez a napos időjárásnak is köszönhető volt. Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. A területfejlesztés és településfejlesztési operatív program, amelynek a keretében ez a 150 milliós beruházás megvalósult, az egyik legjobb lehetőséget nyújtja az önkormányzatok számára.
Ugye ez Európai Uniós forrás részben, részben pedig hazai forrás, nagyjából 1:5 az aránya kettő között. Ennek két lába van, ha szabad így fogalmazni. Az egyik az az ERFA, ez a regionális fejlesztési alap az Unióban, amely azt jelenti, hogy mivel mi megnyitottuk a piacainkat a csatlakozáskor az Unió felé, ezért az Unió vállalt a közös megállapodásban, hogy a nehéz helyzetben levő önkormányzati, illetve területi különbségek kiegyenlítésére úgynevezett kohéziós alapból pénzt juttat a közép-kelet-európai országok számára, és a TOP-nak az egyik forrása az ez. A másik az Európai Szociális Alap, az úgynevezett ESA, amelyik az oktatás, a fiatalok munkanélkülisége, gyermekszegénység többek között, aminek a felszámolásra nyújt forrásokat. És ennek a gondozója a Vármegyei Önkormányzat. A Vármegyei Önkormányzat az százas nagyságrendben bírált el pályázatokat és támogatott az irányító hatósággal együtt, és ez a TOP plusz a maradék forrásokból került kiírásra. Ez mint országos szinten mintegy 1900 milliárd forintot jelent, és ebből jutott ez a 150 millió forint Zirce. Van a úgynevezett klímabarát vármegye. Na, mi ide tartozunk a klímabarát vármegyei topos pályázatok közé. Ez gyakorlatilag önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítását jelenti, jelenti többek között a gyógyfürdőknek a megújítását. Ez mind-mind energetikai korszerűsítés jelent. Erről beszélt a polgármester úr, és ennek az eredményéről, hogy mi az, amit már az első szakaszban, a felújítása szakasz után lehet mérni és lehet látni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy gratulálok a beruházáshoz, érdemes ezekbe belevágni. Ez egy jó irány volt, idő, még akkor szó nem volt energiaválságról, időbe kapcsolt az önkormányzat, és a legtöbb működtetési pénzt ezeken az energiahatékonysági beruházásokon tudta megtakarítani, amit aztán átkonvertálhat más építésekre, járda, út, stb. Informatikai fejlesztés. Hellebrand Ferenc alpolgármester a projekt műszaki oldalát mutatta be. Mindenki tudja, hogy azért egy 200 éves épületről van szó, olyan műszaki tartalommal, amit annak idején meg lehetett építeni, vastag falakkal, fagerendás födémmel, palafedéssel, magyarul hőtechnikailag nem értelmezhető műszaki tartalommal. És ez egy olyan épületünk volt a korábbi állapotban energetikai szempontból, ami gyakorlatilag energetikai minősítés szempontjából nem is értékelhető, vagy rendkívül rossz minősítést kapna. Ez miatt is döntött úgy az önkormányzat, hogy felméri a műszaki és energetikai állapotot, és gyakorlatilag megpályázzuk az energetikai felújítást. Milyen műszaki tartalmat tudtunk megvalósítani? Gyakorlatilag teljes körű az energetikai korszerűsítése az épületnek, ami vonatkozik egyrészt a külső határoló szerkezetekre, gépészeti és villamos rendszerekre. Magyarul az épületet külső határoló falak vonatkozásába becsomagoltuk. Ez azt jelenti, hogy kapott egy 15 cm-es hőszigetelő réteget kívül, a nyilászárókat, a régieket kicseréltük, és mint egy 80 négyzetméter összfelületen három rétegű, korszerű műanyag nyilászárók kerültek beépítésre hőszigetelt minősítéssel. És ahol még kiszokott menni a hőenergia, az nyilván a mennyezet, mert fölfelé áramlik a meleg, úgyhogy a fafödémet szigeteltük padlástérből 30 cm vastag izolitos hőszigetelő réteggel. Ez jelentette gyakorlatilag az épületnek a becsomagolását, hogy hőtechnikailag és energetikailag megoldjuk ezt a kérdést. Ugye azt azért egy 200 éves épületnél tudtuk előre, hogy olyan a tetőszerkezet, hogy gyakorlatilag korábbi beázások és elhasználódás miatt a tetőszerkezetet meg kell erősíteni, ezért 15 köbméter faanyag épült be megerősítésként, csak összehasonlításként, vagy
hogy értelmezhető legyen, egy átlagos lakóháznál lényegesen több faanyag épült be itt megerősítésként, mert szükséges volt rá, nagy fesztávolságú a tetőszerkezet, és bizony voltak olyan helyek, ahol tartószerkezeti elemeket kellett cserélni. Ugye a régi palafedésünk az gyakorlatilag aszbesztanyagú veszélyes hulladéknak minősült, legcseréltük a palafedést, és korszerű új cserépfedés készült, energetikailag vagy hőtechnikailag megfelelő rétegrendi kialakítása a padlástérnek a kiszellőzésével. Ezen túlmenően a legfontosabb változás azt hiszem a fűtési rendszerbe keletkezett. A jelenlegi fűtési megoldásunk az egy víz-levegő hőszivattyús rendszerre épül. Három darab kültéri blokk lett elhelyezve itt az épületnek a déli határoló fala mellett. Ennek a teljesítménye 3x15 kilowatt. A belső térbe a kazánház átalakítása került a megfelelő beltéri egységekkel és gépészeti vezetékrendszerekkel. A fűtésnek a hőleadó megoldása az részben, radiátoros részben pedig levegőbefúvásos fenkó rendszerű. Látható minden helyiségnél, hogy egy-egy falra szerelt fenkó készülék van, ami biztosítja a megfelelő hőmérsékletet. Automatikusan szabályozható a hőmérséklet, tehát fűtés-hűtés működik összességében együtt. Ezen túlmenően ugye a tetőszerkezetnek a nyugati és a déli oldalán napelemeket helyeztünk fel, összesen 74 darab napelemes panel lett elhelyezve, a teljesítménye 30 kW-os, úgyhogy egy olyan rendszer, fűtési és energetikai rendszer épült ki az épületbe, ami gyakorlatilag számításaink szerint, és most már az első 3 hónapos tapasztalat is ezt igyekszik bizonyítani, hogy önellátó rendszerre épült, tehát külső energiaigénye feltételezzük, hogy nem lesz, vagy minimális értékű lesz. Magyarul, amit a napelemes rendszer villamos energiába megtermel, azt a hőszivattyús rendszer felhasználja, és a megfelelő mérsékletet tudja biztosítani, akár klimatizált állapotban is. Ezen túlmenően pedig kisebb mozgáskorlátozotti felújítások, átalakítások történtek a bejárati részen, illetve a vizes blokkban. Tehát ez az a műszaki tartalom, ami energetikai korszerűsítést felöleli és teljes körű felújítást jelent, legalábbis a külső homlokzat tekintetében. Mit nyertünk ezzel a homlokzati felújítással? Hát nyilván az energetikai megtakarítás a legfontosabb szempont, a gazdaságos működtetése az épületnek, de az sem elhanyagolható, hogy külső megjelenés tekintetében most már egy olyan intézményi épületünk van, és ez már a sokadik a sorba, ami a városképi környezetbe is úgy gondolom most már, hogy beleillik, és nem egy régi palafedéses, és gyakorlatilag egy átlagos homlokzati megjelenésű épület volt a korábbi állapotokhoz képest. Én kiemelném azt is fontos tényezőként, hogy gyakorlatilag ez a beruházás a pályázati határidőhöz képest egy évvel korábban épült meg. Miért fontos ez? Hát fontos egyrészt az, hogy minél előbb történik egy beruházásnak a megvalósítása, nyilván az inflációhoz viszonyítva annál olcsóbban tudjuk ezt megvalósítani, de fontos szempont az is, hogyha egy évvel előbb lép be egy energetikai korszerűsítéssel egy intézmény, akkor gyakorlatilag annak a megtakarítási része is halmozódik. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti az önkormányzat részéről, hogy évente több milliós költség megtakarítást jelent ez a bizonyos beruházásunk. Hogy ez megvalósulhatott és létrejöhetett, abban a beruházás valamennyi szereplőinek hatékony tevékenysége volt. Én szeretném megköszönni a kivitelezőknek, a Kovácsi Fal Kft.-nek az építőmesteri munkáját. Ugye külön szerződésünk volt a napelemes rendszerre, azt egy budapesti cég végezte, egy LV Solar Energy Kft. Nevű cég, aki szintén határidőre tudta teljesíteni a kivitelezés, köszönet nekik. Szeretném megköszönni a műszaki ellenőrnek a munkáját, és hát a hivatal dolgozóinak, akik a lebonyolításban részt vettek. Én azt gondolom, hogy most egy olyan épületünk, létesítményünk van ismét, ami
ami gazdaságosan működtethető, üzemeltethető, komfortosabb használatot biztosít, úgyhogy az írcieket is arra biztatom, hogy használják még nagyobb létszámba ezt a könyvtári épületet, az itt dolgozók részére pedig komfortosabb lehetőség, úgy gondolom, alapfeltétel most már. Zircvárosi önkormányzat képviselőtestületének májusi munkaterv szerinti ülésén elsőként az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet fogadták el a döntéshozók. A főbb számokat Ottó Péter polgármester ismertette. Az önkormányzat közel 1,7 milliárd forintos működési bevétellel számolhatott az elmúlt évben. Ezzel szemben a működési kiadások mintegy 1,5 milliárd forintot tesznek ki. A felhalmozási oldal ennél is jobb számokat mutat, hiszen az elnyert pályázati támogatások egy részének felhasználása még várott magára. A bevételek több mint 1,8 milliárd forintos nagyságrendben teljesültek, míg a kiadások nem érték el a 400 millió forintot. Az önkormányzat előző évi maradványa összességében 1,6 milliárd forint. Az általános működési tartalék a tavalyi év végén meghaladta a 75 millió, az általános felhalmozási tartalék pedig a 130 millió forintot, azaz ilyen mértékű célokhoz még nem kötött szabad forrásokkal rendelkezett az önkormányzat az év végén, amely nagy segítség volt a 2024. évi költségvetés megalkotása során. Ottó Péter köszönetét fejezte ki a hivatal pénzügyi vezetőinek és a területen dolgozó munkatársainak, akik magas színvonalú szakmai hátteret biztosítanak az önkormányzat felelős és eredményes gazdálkodásához. Az Érci Város Üzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót is elfogadta a képviselőtestület. A társaság 12 millió forintos adózott eredménnyel zárta az évet, és több mint 70 millió forintos eredménytartalékkal is rendelkezik, ami további fejlesztések, kisebb-nagyobb beruházások megvalósításának lehetőségét biztosíthatja. A gazdasági társaság temetők fenntartásáról és az üzemeltetéssel összefüggő 2023-as bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről szóló beszámolóját is jóváhagyta a képviselőtestület, és bizottsági javaslatra arról is döntött, hogy a júniusi munkaterv szerinti ülésre előterjesztés készül a Borzavári utcai felső temető rabatalozójának felújításával kapcsolatban. A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés elmúlt évi üzemeltetéséről is számot adott az önkormányzat gazdasági társasága. Ottó Péter polgármester a beszámolóból kiemelte, hogy összességében valamivel több mint 16 millió forintot fordított a szolgáltatásra a társaság, ami közel 30 ezer kilométeres futás teljesítményt jelent. Havi szinten több mint 100 bérletes utasa van a helyi járatnak, a tavalyi évben értékesített vonaljegyek száma pedig megközelíti az 5000-et. Az Érc városában 2023. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített beszámolót, átfogó értékelést is elfogadta a képviselőtestület. Összefoglaló tájékoztató készült a rezsicsökkentést célzó intézkedések eredményéről és a fűtési szezon tapasztalatairól, melyet szintén jóvá hagyott a képviselőtestület. Összességében megállapítható, hogy költséghatékony és takarékos gazdálkodást folytatott önkormányzatunk az energia felhasználásával, hangsúlyozta Ottó Péter polgármester a napirendhez kapcsolódóan. Hozzátette, vannak olyan tételek, ahol kedvező irányba változtak a díjak, így például a távhőszolgáltatás esetében jelentős megtakarítást tudott elérni a város az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Felhívta a figyelmet, hogy jelenleg is zajlik városunkban a közvilágítás korszerűsítése, mellyel éves szinten több mint 20 millió forintos megtakarítás érhető el, és a jelenlegi árak mellett akár 4 éven belüli megtérülést is eredményezhet a közel 100 millió forintos beruházás. A középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat 2024. második félévi kiírásáról is döntött a képviselőtestület. A lehetőséggel továbbra is az állandó zírci lakosú, középfokú iskolarendszerben nappali tagozaton tanuló diákok élhetnek, akiknek a tanulmányi átlaga az aktuális fél évben legalább 4,7.
A pályázati felhívást június 3-án teszik majd közzé, és július 5-éig adhatók be a pályázatok. A Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház könyvkiadásokkal kapcsolatos kérelmét is támogatták a képviselők. A városunk díszpolgárának, Bér Júlia festő és grafikus művésznek emléket állító, Szűcs István szerzőségében elkészült kézirat megjelentetéséhez 700 000 forintot biztosít az önkormányzat, az intézményének úgy, hogy a könyv értékesítéséből származó majdani bevétel a támogatás visszatérítendő részét képezi. Ahhoz pedig egyelőre elvi támogatásokat adták a döntéshozók, hogy a múzeum a Veszprém Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltárral közösen megjelentesse a Historia Domus című kiadványt. Az általános iskola alapítványának kérelmére a Reguli Hét programjainak megvalósítását 100 000 forintos összeggel támogatja a város. A képviselőtestület tudomásul vette az önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól szóló tájékoztatót, és arról is döntött, hogy 500 000 forintos keretösszeget biztosít a komplex turisztikai fejlesztés Zircen projekt fenntartásához kapcsolódóan látogatószám mérési és marketing feladatok ellátására. Május 23-án csütörtökön rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület. Vágatlan felvételünket, pénteki műsorunkat követően tekinthetik meg. 50 éves jubileumát ünnepli a Zirc Városi Nyugdíjas Klub. Idén ünnepli Zirc várossá nyilvánításának 40. évfordulóját, és ebben az évben nem csak Zirc, hanem a Zircvárosi Nyugdíjas Klub, a Pro-Urbedíjas Zircvárosi Nyugdíjas Klub is egy jeles évfordulóhoz érkezett el. Pék Lászlót, a Zircvárosi Nyugdíjas Klub vezetőjét kérdezem, hogy milyen nagyobb esemény az, ami 2024-ben körül ölel benneteket. 31-én pénteken már reggel a nyugdíjas klub fölkészül arra, hogy a vendégeknek 4-5 fő nekiáll finomakat főzni. Utána lesz egy kiállítás megnyitó, ez pontosan 10 órakor lesz. A kiállítás megnyitó után következik az ünnepi megemlékezés, ezen részt vesz majd az Országos Szövetség, az Illetett Éveknek Országos Szövetségének a vezetője, és polgármester is meg lett hívva, és részt fog venni a csolnoki nyugdíjas énekkar, részt vesz a felsőrsi énekkar, de a Zirci Nyugdíjas Klubnak is van egy kis énekelő kis társasága, és azok is fognak egy kis népdalt elénekelni. Úgy fog kezdődni, hogy egy szavalattal egy nyugdíjas klub tag szavalni fog, és amikor befejeződik ez, akkor szintén egy másik verset fog ő elmondani, meg lesz ebédelve, és aki ott tartózkodik, eljön erre a kiállításra és az ünnepi megemlékezésre, ők pedig meg lesznek vendégelve egy nagyon finom kajával. Utána pedig az énekkarok megérkeznek az általános iskolába, ott lesznek megkínálva üdítővel és egy kis süteménnyel, ott fognak egy picit beénekelni, és onnét fogunk indulni az apátságba, méghozzá ebbe a csodálatos templomba, mert 13:30-kor fog kezdődni a gyászmise azokért a nyugdíjas tagokért, akik már nem lehetnek köztünk, és akkor 14:00-kor pedig kezdődik a koncert. Ez mind nagyon szép, ez az esemény füzér, amit most elmondtál, de miért történik ez tulajdonképpen, mert azt még nem említette? Hát azért történik, mert a nyugdíjas klub 50 éves. Akkor, amikor volt Zircen egy nőklub, a nőklubnak voltak idősebb tagjai is, és az idősebb tagok azt mondták, hogy ők már ugye nyugdíjasok, és szeretnének egy kicsit a fiataloktól egy kicsit távolabb jönni, és megalakítottak egy nyugdíjas klubot, kérték a akkori település nagyközségnek a vezetőit, hogy biztosítsanak számukra egy olyan helységet, ahol össze tudnak jönni,
és összeült ugye a akkori tanács, és azt mondták, hogy a akkori művelődési háznak, tehát a bányászművelődési háznak van egy nagy terme, a fotelos, azt kell biztosítani a nyugdíjasoknak, hogy össze tudjanak jönni, és különböző kis műsorokat tudjanak meghallgatni majd. Most jelenleg hogyan zajlik a nyugdíjas klub élete, mi minden történik, mikor szoktatok összejönni ezeken az összejöveteleken, hogyan érzitek magatokat, milyen programokat szervezel, mint vezető a nyugdíjas tagok számára? A nyugdíjasok minden hónap keddjén jönnek össze, 3-tól 5-ig tartózkodunk itt a könyvtárba. Most már nincsenek előre megbeszélt programok, ugye nagyon kevés a nyugdíjas klub tag, alig vagyunk 17-en, mindig, amikor bejövünk, akkor valamelyik nyugdíjas tag mond olyan dolgot, ami őtet érdekli, vagy szeretné tudni, és arról kezdünk el beszélgetni. Tehát de nem csak ez volt valamikor, mert itt meghívtuk ebbe a klubba a egyház vezetőit, meghívtuk a város vezetőit, meghívtuk a rendőrség vezetőit, hogy tájékoztassák a nyugdíjasokat a különböző történetekről, történésekről, tehát a rendőrség is a bűnmegelőzési osztály itt volt, és figyelmeztették a nyugdíjasokat, hogy hogyan mai korban csapják be a nyugdíjasokat különböző telefonos vagy bármilyen más dologgal. De az egyháznak is nagyon jó volt a kapcsolatunk, mert minden egyes évben megtartottuk a városi nagykarácsonyt, és a városi nagykarácsonyban az egyház is részt vett, templomudvarban volt mindig. Ez egy nagyon hosszú-hosszú folyamat volt, mert volt egy olyan rendezvény ennek a városnak, amit úgy hívtak, hogy gyermekkarácsony, és akkor én beszéltem a gyermekkarácsony rendezőjével, hogy mi lenne, hogyha nem csak a gyerekeknek rendeznénk, jó, de elmennek a szülők is, de csináljunk olyat, hogy mindenki karácsonya. És ez összejött, és nagyon sok évig ez nagyon klasszul lebonyolódott. De a Városi Nyugdíjas Klub nem csak ezt szervezte, hanem meglátogatta az óvodát ajándékkal, meglátogatta a Szent Benedek idősek otthonát, palacsintapartit csináltunk nekik, tócsi partit csináltunk nekik, de mi emlékfákat ültettünk, ha azt mondom, hogy a kórház 100. évfordulójára, azt mondjuk a ciszterci szerzeteseknek a bejövetelének évfordulójára emlékfákat ültettünk. A virágosításban is beszoktunk segíteni, amikor még a Klári néni élt, akkor a beosztottuk a kertészeti dolgozókkal, hogy a nyugdíjas klubnak volt a iskola szakasz és a Kossuth Lajos utca. Ezt gondoztuk, de majd jelzik a fotók, ugye mert lesz fotó régi fotókból, régi újságcikkekből a kiállításon, és ott látszik az, hogy még az egyházzal együtt kijöttünk és faleveles gerebjéztünk a Rákóczi téren. Ugye a mai napokban, ugye mondtam, hogy kevesen vagyunk, csak olyanba veszünk részt, amit a város rendez, amit egy igazából idős 80-valahány év az életkor. Hogy ha megkérnek bennünket, hogy van egy városi rendezvény, egy városi bál, vagy bármi ott ruhatárosnak megyünk el, de rendez egyik másik civil szervezett rendezvényt, oda is elmegyünk egy kicsit, és segítünk. Hosszú idő óta állsz a Zircvárosi Nyugdíjas Klub élén, mint vezető. Hogyan, ha visszatekintesz, akkor ezt az időszakot te hogyan éled meg? Megmondom őszintén, nagyon szeretem az idős embereket. Már magamat is majdnem csak oda sorolhatnám, ugye? Abban a korban vagyok már, hogy nyugodtan mondhatják rám, hogy idős vagyok, és ez a nyugdíjas klub, ez egy annyira aranyos kis társaság, hogy szeretek jönni közéjük, és szeretek nekik, hogy mondjam, programokat tervezni. És ebbe a programba volt, amikor
elmentünk Falatonfüredre, vagy elmentünk Győrbe kirándulni, vagy főzőcskéztünk egy jó kis gulyáslevest, vagy sütöttünk egy jó kis szalonnát, kimentünk a fiatalító forráshoz, és nagyon sok barátunk van, tehát civil szervezet, nagyon jó barátságban vagyunk a Diabetes Klubbal, vannak közös programjaink, úgyhogy aztán, ha másik civil szervezet is szervez valamilyen programot, mi ott is részt veszünk. De még különösen a városnak a többi. De még azt is meg tudom említeni, hogy a Városi Mikulás is ugye 50 éves, és ebbe a programba is a nyugdíjas klubok tagjai is részt vesznek. Tehát van, aki még, hogy mondjam, beöltözik Krampusznak is. Attól is különleges lesz az idei kórus találkozó, hogy ez a kis Városi Nyugdíjas Klub első ízben fog, mint kórus, ha fogalmazhatok így, színre lépni. Ez hogyan alakult? Mesélj egy picit erről, mert hogy ez egy újdonság a ti életetekben. Igen, jött egy házas pár Almádiból, és a férj tangóharmonikázik, a hölgy pedig énekel. Ők valamikor Lókutról származtak, tehát német nemzetiségűek, és örömmel fogadtuk őket, és minden egyes klub foglalkozásnál hozza a férj a tangóharmonikáját, és tanít nekünk különböző népdalokat, és tehát igazából, hogy mondjam, tehát nem annyira olyanok vagyunk, hogy kottát ismerünk, vagy valamit, hanem csak úgy jön belőlünk a hang, és amit elfogad a művész házaspár. És most lesz az első fellépésünk, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy fogunk majd énekelni, de szívből lélekkel fogjuk csinálni. Nem csak a rendezvény nyitott, tehát a jövő heti évfordulós ünnepségetek, valamint a kórus találkozó, hanem ha jól tudom, akkor magába a klubba is szeretettel vártok mindig csatlakozni vágyókat. Igen, Zircen nagyon sok nyugdíjas van. Nagyon sokan már nincsenek köztünk, és többször, mint most is ugye a tévén keresztül is, újságon keresztül is látták azt, hogy mit teszünk, mit dolgozunk, mi szórakozásunk, és várjuk szeretettel azokat, akik vagy most, vagy már régebben nyugdíjba mentek. Én azt tudom, hogy most nagyon sok elfoglaltsága van egy nyugdíjasnak, a unokákra kell vigyázni, menni kell érte az óvodába, főzni kell nekik, meg stb., de ne hagyják ki azt, hogy nyugdíjas társaikkal is egy kicsit beszélgessenek. Nagyon sok tapasztalatot lehet összegyűjteni itt a nyugdíjas klubba. Békefi Antalra emlékezett városunk. A programon Ottó Péter polgármester köszöntője után dr. Stadler Jenő nyugalmazott magyar tanár mondta el gondolatait a Bakonyoszlopon született zeneszerzőről. A megemlékezésen közreműködtek az általános iskola diákjai is. Részletes összeállításunkat jövő heti műsorunkban láthatják. Ismét Nordic Walking sétára hív a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége. A felhíváshoz csatlakozott az Irci Diabetes és Életmód Klub is. Május 25-én szombaton 10 órától az Alsóperei parkerdőt járják végig az érdeklődőkkel, a kirándulni vágyókkal. A helyszínen vérnyomás és vércukormérésre is lesz lehetőség. Az első és a második világháborúban elesett hősökre emlékezik az Irci Ország László Alapítvány május 26-án vasárnap 12 órától a kis templom mellett álló Hősök emlékművénél. Az online csalásokra hívja fel a figyelmet a Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója május 28-án kedden 13 órától a Városi Könyvtárklub termében. Kukuriku! Mi? A macska, hogy nyávok, hallottál?
Június 1-én, szombaton, városi gyermeknapra várjuk a kicsiket és nagyokat, a programok délelőtt rendőrségi bűnmegelőzési, valamint tűzoltó bemutatóval kezdődnek. A gyerekek kipróbálhatják a lézerfegyveres célbalövést, az ügyességi pályán végig mehetnek a részek szemüveggel, és idén is lesz füstsátor, tűzoltás és tűzoltóverseny, melyre 5 fős csapatok jelentkezhetnek a helyszínen. A délelőttöt Kalap Jakab vicces koncertje zárja, majd ebéd után a Mesélő Bőrönd Bábszínházzal, az Eszterlánc mesezenekarral folytatódnak a programok. Balogh Bea zenés-táncos Mókával, még az Iris együttes gyermekkoncerttel vár minden érdeklődőt. Nem maradnak el a kísérő programok sem, hiszen idén is lesz népi játszótér, légvár, hordóvonat, arcfestés, Hungarikum játszóház és sok-sok kézműves foglalkozás. A Történetek az Érci ablakokból című helytörténeti kiállítás sorozat középpontjában ezúttal az érci nők állnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket! Történetek az Érci ablakokból kiállítás sorozat harmadik állomásán, amelynek történetét Cuhavölgyi Klára írta meg, aki sajnos már nem lehet közöttünk. Tisztelettel köszöntöm családjának tagjait. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhassa jövőn. Fogalmazta meg jövőbe mutató gondolatait Gróf Széchenyi István. Ahhoz, hogy tisztelni tudjuk a múltat, ahhoz ismernünk is kell a múltat. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, amikor helytörténeti iránt elhivatott emberek tollat ragadnak, gép elé ülnek, gyűjtőmunkát végeznek, sok emberrel beszélgetnek, hogy megörökítsék azokat az emlékeket, azokat a történeteket, amelyek sokszor csak az emberi emlékezetben vannak még ott egyfajta lenyomatként. 2012-ben a Városi Idősek Napja rendezvényén pont talán az óvodásoknak a műsora volt a színpadon, én pedig készültem a köszöntő gondolatokkal, nézegettem a rendezvényen résztvevő szépkorú polgároknak az arcát, láttam közöttük olyanokat is, akik korábbi rendezvényeken még nem voltak ott, de életkorukat betöltötték és ennek következtében meghívást kaptak a rendezvényekre. És sajnos voltak olyanok, akiket kerestem, de már nem találtam ott a jelenlévők között. Közöttük olyan emberek, akik a város életében közösségi szerepeket vállaltak, munkálkodtak azért, hogy közösségeket szervezzenek, hogy a város lakói azok tartalmas programokkal tudják a mindennapjaikat is eltölteni. Ekkor fordult meg a fejemben az, hogy ott a jelenlévő körülbelül 200 embernek a emlékeiben mert 15 ezer évnyi élettörténet van jelen. Ha belegondolunk, akkor óriási szám. Mindenből, amit meg tudunk menteni, az rajtunk múlik. A szépkorúakon, akik hajlandóságot mutatnak élettörténetük átadására, és a fiatalabb generációkon, akik megértő szívvel és értő fülekkel hallgatják, és ezt megörökítik az utókor számára. Ennek apropóján írtuk ki első alkalommal 2013-ban az Elmesélem neked történetírói pályázatunkat. Ennek keretében találkozhattunk először, legalábbis a nagy közönség részéről, Cuhavölgyi Klára egyből díjazott alkotásával, amely a Bakony Turisztikai Egyesületnek 1930-as években kezdődő történetét dolgozta fel. Ez az emlékezet, ez a történet úgy gondolom, hogy napjainkban is nagyon fontos, főleg akkor, hogyha kiállítás megnyitón közel működik majd a most létrehozott Turisztikai Egyesületnek az elnöke. Úgy gondolom, hogy a majd száz évvel ezelőtti történések, akkor egy civil közösségnek a tenni akarása és a város életében betöltött fejlesztő szerepe mai világunkban is példaértékű kell, hogy legyen. Engedjék meg, hogy egy rövid gondolatot idézzek Cuhavölgyi Klára
jelen dolgozatából. A Fakony Egyesület jegyzőkönyvei 1931-1944. Elmesélem neked, sok élményt idéz fel bennem ez a két szó. A gyermekkorunk elfelejtett nevei, eseményei, történetei jutnak eszemben foszlányokban, meg amiket még szüleink, nagyszüleink meséltek. De amíg írni szeretnék, az egy, a szüleim könyvtárában megtalált, kézírásos, bekötött könyv, a Bakony Egyesület jegyzőkönyvei címet viseli. Ez a könyv kétféle módon is felkelti érdeklődésünket. Egyrészt maga a könyv története, másrészt a benne leírtak, amivel dokumentálták a múlt század 30-as éveinek eseményeit. De hát milyen lehetett az élet, hogy nézhetett ki Zirc 80 évvel ezelőtt? Nyaranta az utcákat benépesítették a nyaralók és a turisták. A házakat, kerteket igyekeztek korszerűsíteni, csinosítani, hogy a nyaralóknak ki tudják adni. A házak tatarozásához kedvezményt kaptak a tulajdonosok. Az utcákon este világítás volt, napközben a poros utakat öntözték, kiépült a Győr-Veszprémi műút. A vonat közlekedése javítottak, beindult az autóbusz közlekedés is. Nyáron az újonnan épült strandot használhatták a vendégek, teniszezhettek, szervezett kirándulásokon vehettek részt. Megépült a postásház, rangos szellemi élményként megtekinthették az apátsági könyvtárat, régiség és festménygyűjteményt. A csodálatos barokk templom misréjén a Cecília énekkar énekelt. Délután sétálhattak az angol kertben, ahol a tó partján pávák sétáltak, a vízben hattyúk úsztak. A parkosított Rákóczi téren korzoloztak a fiatalok. Este a zirci filharmonikusok adtak koncertet, vagy a legényerületben műkedvelők színdarabot adtak elő, esetleg moziba mentek, vagy ismerkedési esten vettek részt. Télen egymást követték a bálok, iparos bál, gazdabál, orvos bál, állarcos bál, pöttyös bál, rózsás bál, olvasókörök működtek, folyamatosan alakultak új egyletek, egyesületek a már eddig is nagy számban meglévő és működőek mellett. Mindenki találhatott magának, a nevének, életkorának, foglalkozásának, társadalmi helyzetének, szabadidős tevékenységének leginkább megfelelő szervezett csoportot. A Pintérhegyi erdőben épült Siúgó-Sáncon versenyeket rendeztek, és 1898 óta működött a korcsolyaimet is. Az Ircés vidéke hetenként tudósított az országos és a helyi eseményekről, társadalmi hírekről. Nem különben fontos dokumentum erről a korról a Bakony Egyesület jegyzőkönyvei. Felmerül a kérdés, milyen is ez a jegyzőkönyv, a fizikai megjelenésében, hol lappan, 69 évig, mi volt a könyv sorsa. Maga a könyv 21x33 cm-es, hosszúkás alakú, vonalas lapokat tartalmaz. A borítója márványozott, gerince és sarkai vászonnal bevontak. Piros keretes címkéjén az eredeti felirat, a Bakony Kultúra Egyesület jegyzőkönyvei 1931 évtől. Később áthúzva a kultúrszó, így Bakony Egyesület jegyzőkönyvei a cím. A könyv külsője eléggé megviselt, kissé szakadozott és lőfegyver okozta lyukak vannak rajta. Jobban mondva látszik, hogy keresztül lőtték, mindegyik oldal közepetáján több helyen lyukas. Ezeken a helyeken olvashatatlan a szöveg. A kézzel írt jegyzőkönyv 141 oldal tartalmaz, sok különféle, könnyebben, nehezebben olvasható kézírással. A jegyzőkönyvet tartalmazó dokumentum a szüleink könyvtárában vészelte át az utolsó 69 évet. Mivel a családunkból a nagyapám, édesapám és bátyja, az én keresztapám is az egyesület aktív tagjai voltak, valószínű, hogy a háborús évek zűrzavarában mentették meg az iratokat, illetve került hozzájuk. Az utolsó közgyűlés 1944. szeptember 24-én volt. Hogy a golyó ütötte sérülésekor hogyan keletkeztek, nem tudjuk, talán kaszinóban volt a könyv, esetleg ott Lajos nyomdájában, ahol talán, mint gyanús dokumentumot egy katona próbálta megsemmisíteni. Hálásak lehetünk, hogy átvészelte azokat az éveket, amikor a helytörténeti kutatásokat érdektelennek tartották, nem támogatták, és sokan bizony egyszerűen kidobták volna, mint régi, sérült, nehezen olvasható, számukra érdektelen irathalmazt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Elmesélem neked történetírói pályázaton első alkalommal Czuha-Völgyi Klára
intézet előszavával beadott dolgozatát tapasztalhattuk meg tőle. Ezt követően további pályázatokon ért az Érci Bunk családról, a ő felmenői, a Wolf Ács dinasztiáról és a velük Okon családokról az Ércen. Helytörténeti írásaival kezdetektől kivette a részét a 2018-ban újraindított az Érci és Vidéke újság szerkesztői munkájából. Első írása 2018. szeptember 28-án jelent meg, amiben egy több éven át tartó sorozatot indított régi zírciekkel emlékezve. Utolsó írása majdnem napnak pontosan 5 évvel később, 2023. szeptember 29-én látott napvilágot, Lányok, asszonyok az egykori zírcen sorozat harmadik részeként. 5 év alatt összességében több mint 50 írása jelent meg a laphasábjaim, sorozat részeként, sorozatai részeként feldolgozta Semmelweis család történetét, Valla Ferenc tündérmajori földbirtokos történetét, az érci vendéglők témáját, az érci boltokat, lányokat, asszonyokat, ahogy említettem, valamint megjelentek további publikált írása is, 1956-os forradalom az érci hősei, Jánoki testvérek témájában, Királyszobáról, az ércen, Kerámia üzemzés tündérmajorban, a Szokoli Barda családok zírci közigazgatásban témában, régi karácsonyok zírcen, cipészek zírcen, dr. Szántó József zírci körorvos történetét megírta, ugyanakkor a Tamás történetét, Bandi bácsi cukrászdáját, zírci apátság kocsisait, varrónők zírcen, főzőtanfolyam zírcen, Vitman János emlékére, közlekedés zírcen egykoran, illetve az érci parosok egykora címmel. Úgy gondolom, hogy alkotói munkássága, ha csak ezt a pár évet is nézzük, mindenféleképpen méltóvá tette őt arra, hogy 2022-ben Zércváros Próbabedíjas kitüntetett alkotó művészévé lépett elő. Az által elhivatottan és szakmájához hű tevékenysége úgy gondolom mindannyiunknak a gyarapodását szolgálja, az, hogy el tudjuk magunkat helyezni térben és időben is Zércen, hogy ez egy jó kiindulási alapot jelentsen a jövőnek az építésében, a jövője történő munkálkodásban. Itt a kiállítás megnyitott megelőzően kérdeztem a család tagjait, illetőleg közvegyét, férjét, hogy engedélyt adnak-e arra, hogyha a jövőben kiírásra kerül az elmesélem neked történetírói pályázatunk, akkor az Cuavölgyi Klára nevét viselje. A válasz igen volt, én bízom abban, hogy a jövőben erre valóban sor is kerülhet, és újabb őt követő írásokkal, őt követő személyekkel tudjuk gyarapítani közös múltunkat, az ilyen történetét. Én köszönöm szépen, hogy meghallott. Szeretném felkérni Antal Zsuzsannát, a Bakonykarta Egyesület elnökét, legyen kedves megnyitni kiállításunkat. Jön hölgyet, akinek egyrészt a jelenlegi funkciója és küldetése is nagyon-nagyon sokban hasonlít Klári életével és céljaival, és egy igazi hölgyet szeretnék felkérni, hogy legyen kedves megmutatni nekünk, hogy milyenek a bakonyi nők, és mutassa be nekünk azt a világot, amivel Klári emléke előtt tisztelünk. Sok szeretettel, tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntöm polgármester urat, intézményvezető asszony Beátát, és mindenkit, aki részese valamilyen módon ennek a kiállításnak, és azt gondolom, hogy ez mindenkire vonatkozik, mert hogy pont azt a múltat örökítjük át a mi életünkkel, a gyermekeink, unokáink életével, amiről ez a kiállítás szól. Amikor én azon gondolkodtam, hogy milyen módon közelíthetném meg, én nem zírci vagyok, ám de bakonyi, csak a bakony másik oldaláról jöttem most is át, hogy közelíthetném meg ezt az anyagot, amit most látok én is először, akkor eszembe jutott, amit én családterapeutaként, zenés családterapeutaként először hallottam nagy-nagy fő alapkérdésként, amikor családokkal dolgozunk és foglalkozunk, érdemes megkérdezni, hogy meddig tart a családi emlékezet. És amit polgármester úr mondtál az imént, az jutott nekem is eszembe, hogy egy családban a nők, azok az asszonyok, akikről nem szól olyan közmondás, mint hogy egy sikeres férfi mögött biztos és mindig áll egy erős asszony. Nincs olyan mondás, hogy és a sikeres asszonyok mögött kiáll,
És eszembe jutott, hogy egy másik asszony áll, az ő édesanyja, aki mögött egy másik asszony áll, az ő édesanyja. És akik mögött még újabb és újabb generációk állnak. És akkor kicsit meghatódtam, mert hogy eszembe jutott az én nagymamám, meg nagymamám, mert hogy ami nagyon hiányzik a mai életből, és a fiatalok már kevésbé tapasztalhatják meg, az a sok generációs együttélés, ami igenis azt gondolom, hogy közösségeket, településeket tartott meg, és vitt tovább, és tart is meg. És én nekem abban a szerencsés helyzetben vagyok, és voltam, most már sajnos nem, hogy én éltem úgy, ugyan rövid ideig, hogy négy generáció, ugyan, ha nem is minden egyes nap, de volt úgy, hogy minden egyes nap, amikor az én nagymamám, az én lányom déd nagymamája beteg volt, és 8 évet élt velünk, és csodálatos időszak volt. És olyan dolgokat tudtam meg róla, amelyet addig nem tudtam. Pedig akkor én már felnőtt voltam, akinek volt egy gyermeke. És hogy miért ezzel kezdek, és nem fogok hosszasan, de hoztam egy könyvet, és én is szeretnék majd egy rövid részletet felolvasni. Ez egy családterápiás könyv egyébként. Mert amit most itt látunk, és pont szemben önöknek háttal Cukavölgyi Klára képe mosolyog rám, és pont abban a nőies pirosban, és nem is pirosban jöttem, mert hogy ez most az ő napja is, és minden olyan női, aki képes arra, hogy összetartson családokat, közösségeket, gyermekeket neveljen, és olyan identitást adjon, amiért utána később, és az én szakmám is az, hogy hogyan őrizzük meg. Igen, kell munkahelyeket adni, kell közlekedést fejleszteni, kell közszolgáltatásokat elérhetővé tenni, ám de mindez semmit nem ér, hogyha nincs identitásunk, ha nincsenek olyan gyerekek, akiknek mindezt átadhatnánk. És örültem, hogy nem csak idősek vannak, azzal együtt, hogy az időskorra szerintem az egyik legszebb kor, és minden rácom szeretem, mert hogy egyre bölcsebb és bölcsebb az ember, és többet lát. Ám de mutassuk meg majd ezt a fiataloknak, és beára nézek, hogy valahogy mutassuk meg nekik azt, hogy egy-egy, és majd pár szót majd igen a kiállítás szövegéről is mondok, hogy egy-egy olyan munkában, egy-egy olyan szerepben, ugye nagyon fontos szerepei vannak az asszonyoknak, nőknek. És a mi eleink, az én nagymamám varró nő volt, és én bár nem tudok varni, de próbálgattam, de jobb, ha nem varrok. Ám de hatalmas feladat az, hogy hogyan leszünk nők, hogy tartjuk meg a nőiségünket ebben a korban, amikor nem csak az a feladatunk, hogy gyermekeket neveljünk, nem csak az a feladatunk, hogy egy családot összetartsunk, hanem olyan feladataink is vannak, amelyeket régen csak a férfiak vittek, de mégis nőknek kell maradnunk, és meg kell tanuljunk olyan nőnek maradni, amilyen nők mondjuk az édesanyáink, szüleink, nagyszüleink voltak, és amire még emlékezhetnek a korosztály. És most pár szót a kiállításról is mondva, önöknek háttal balra, ugye, amikor onnét érdemes szerintem elindulni a bevezetőtől. Most egy kicsit puskáznom is kell. Először ugye a kisleányokról olvashatunk, majd érdemes szerintem visszajönni majd egy jó kávé mellett és elolvasgatni az anyagokat. Nekem szerencsém van, én kinyomtattam, de a falon el lehet olvasni. Én csodálattal adóztam annak, hogy milyen szervezett és pezsgő, hogy polgármester úr Péter mondta, hogy pezsgő élet volt, most ha belegondolunk, hol van ilyen? És jól halljátok, amit mondok, Budapesten nagyobb városokban, kisvárosokban miért nincs? Akkor sem voltak többen. Sőt, én most kicsit puskázom, 84-től város Zirc. Mindezt egy kis község, egy község követte el. Kiknek köszönhető ez? Mindez nőknek, asszonyoknak, azoknak, akik fontosnak tartották. Azt, hogy bálokat szervezzenek, olyan ruhát varjanak, amilyek nőiesek, és amiben meg tudjuk mutatni azokat az értékeket, amelyek egyrészt helytörténetiek, másrészt pedig a bennünk élő értéket. Először tehát a kisleányok és a polgári iskola történetét láthatjuk itt a falakon. A főzőtanfolyam Zircen, és én elgondolkodtam, hogy lehet ebből a szakácskönyvből, vagy szakácskönyvekből még kapni, amelyek többek nevéhez, de főként Schwarz Hedwig nevéhez fűződnek, és remélem, hogy lehet ilyen nagyon jó, nagyszerű, mert hogy ezek olyan értékek szintén, amiket a gasztronómia, amelyre egyébként, és hogy a Bakony Kárta Egyesületről is beszéljünk, pont most készítünk egy olyan még csak előkészítés, és majd jövünk a tagok felé. Köszönjük a tagságot egyébként Zirc város is, és a Reguli Antal Múzeum is tagságunk körében van. Egy olyan
interleges Duna program pályázatot készítünk elő, egy újat, amelyben gasztroturisztikai témakör is van, úgyhogy ebben is majd keresem majd az együttműködéseteket. A Varró műhely kincseit lehet megtekinteni, majd a bálokról lehet olvasni, illetve olyan báli ruhákat, amelyeket ma már ugye nem tudunk megtekinteni élőben, hiszen azért ezek valószínűleg már terodálódtak, vagy már nincsenek meg ezek a ruhák. Ám de érdemes elolvasni, hogy milyen nagy figyelemmel az adott eseményhez, ahogy a polgármester úr elmondta, volt pöttyös bál, számtalan tematikus bál volt, farsankor is, és számtalan alkalomkor, amit, és akkor most egy tulajdonképpen bejelentés, tegnap volt elnökségi ülésünk, itt van egyik elnökségi tagunk is, és aztán én alelnök urat, Jagica Attilát megkérdeztem idejövet, Pápa Kovács úr, amit én most átjöttem, hogy mi lenne, ha felelevélvenítenénk a Bakonynak egy olyan báját, amit mondjuk jövő évben indítanánk útjára. Úgyhogy én ezzel a múlt átörökítése, azt írtam fel magamnak, hogy átmentése. Én azt gondolom, hogy ez az igaz, mert ma már át kell mentenünk a múltat. Hogy azokat az értékeket, belső és külső értékeket át tudjuk adni a mi gyerekeinknek, unokáinknak, és minél inkább élővé tegyük azt, amit most szívből ajánlom önöknek is, hogy olvassák el majd, most még a falakon látunk, illetve nagy örömmel és gratulálok is egyébként a településnek, mert hogy példaértékű mindaz, amit itt a hagyományőrzésben nincs ez mindenhol így. Ezt fontos tudni, hogy nincs ez mindenhol így, amit értékben, értékmentésben megcselekedtek, megcselekedik a város és a múzeum is. Úgyhogy ehhez kívánok további sok sikert a munkában, illetve tisztelettel adózva, és még egyszer megköszönöm a felkérést, mert ez nagy tisztesség számomra is, ugye egy ilyen asszonynak a munkája után. És bízom benne, hogy 2030, ami 100 éves mondjuk, a 100 éves évforduló adott esetben, méltó lesz már addig a mi egyesületünk is arra, hogy akár összekössük ezt a két emléket, a múltat és a jelent. Úgyhogy nagy örömmel nézzék ezt a kiállítást, még egyszer köszönöm a meghívást, és további hosszú életet kívánok mindenkinek. Köszönöm. Kedves nézőink, műsorunkat megismételjük szombaton 10, vasárnap 14, hétfőn 18, kedden délelőtt 10 órától, valamint szerdán 14 és csütörtökön reggel 6 órakor. Ne feledjék, heti hírműsoraink visszanézhetők az Érci Televízió YouTube csatornáján, valamint a Képújság Zirc Facebook oldalán is, ahol pénteki műsorunk és ismétléseink idején is követhetik adásunkat. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra jövő hét pénteken!